Sziasztok! A 2017-es informatika emelt érettségi feladatsorból, a májusiból a táblázatkezelés feladatot fogom megoldani a következő néhány videóban. Egy lejátszási listában találod az összes megoldást feladatonként, vagy egy-két feladatonként. A pollen jelentés feladat szövegét nem olvasom föl, a mérés.txt állományban találod a adatokat, és arra figyelsz, hogy a segédszámításokat a J-oszloptól jobbra végezhetsz, tehát a J-oszlop nem használható, csak az utána következő, illetve minden esetben másolható képletet, hivatkozást használsz, amikor erre szükség van, vagy lehetőség van. Ha valamit pedig nem tudsz megoldani, de az szükséges a következő feladat megoldásához, azok az adatok, például egy diagram elkészítéséhez, akkor beírsz valamilyen adatot kézzel, és megcsinálod belőle a feladatot. Ráadásul jó tanács, a formázást is csináld meg, tisztességgel, rendesen, hiszen sok-sok pontot, nem sok-sok pontot, mert emelt szinten nem túl sokat, de azért kaphatsz rá. No, akkor indítsunk el egy táblázatkezelőt. Én a 2016-os Office-t használom, üres munkafüzet, és már megnyitottam és kicsomagoltam a pollen jelentést. Nyomok egy Ctrl-A-t, egy Ctrl-C-t, be is zárom egyből, és Ctrl-V-vel beillesztem az adatokat. Rögtön el is mentem a kért néven, mentés másként, általában a feladatot ugye mindig az asztalra rakják, és a saját neveddel fémjelzett könyvtárba fogod pakolni az összes megoldást. Én meg elfelejtettem elolvasni, hogy pollen néven kell menteni, tehát pollen néven mentem ezt a pollen jelentést. Ez megvolt a táblázat szerkezetét, valamint a cellák formázását változtassa meg a minta és a leírás alapján. Azt mondja, hogy a munkalapon 10 pontos betűméret Arial Nimbus-t használjon, ahol a feladat mást nem kér. Tehát akkor kijelölöm az egész táblázatot ide kattintva, és azt mondom, hogy Arial, és 10 pont. Ctrl-S, mentem. Szúrjon be az ötödik sor után két üres sort, ötödik sor után két üres sort, akkor jelöljünk ki egyből két sort, és beszúrás, rögtön kijött két üres sor, majd az első sort, az allergén növények megnevezését másolja a hetedik és a harmincadik sorba. Tehát ezt a sort jobb egérgombbal megfogom, másolás ide, illetve jobb egérgombbal megfogom, másolás ide, Ctrl-S. Másolja az A8, A26 cella tartomán, az A31-től lefelé, A8, A30, A26-ot lefelé. Tetejét fogom azért, hogy kiférjek a képernyőre, jobb egérgombbal a határát, és másolás ide, Ctrl-S. Az allergén növények megnevezését tartalmazó cellákban állítson be 8 pontos betűméretet, tehát itt ez 8 pont, és jobb egérgombbal csak formátum másolása, jobb egérgomb, csak formátum másolása ide. Jó. Az oszlopok igazítását a minta szerint állítsa be. Nagyon örülök neki, hogy minden középen van. És ez pedig bal oldalon. Oké, és akkor gyakorlatilag készen vagyunk, állítsa be a BH oszlopok, azonos szélességűek legyenek, a minden cellának tartalma látható legyen, BH, megfogom és egy kicsit szélesebbre húzom, így azonos szélességűek, és az A-t pedig olyan szélesre állítom, hogy mindenki látszon, ha duplán kattintasz az oszlop közötti jelölő, két oszlop közötti vonalra, akkor pontosan beállítja, hogy minden biztosan látható legyen. Ctrl-S, első két feladat.